A Sea-Watch humanitárius csoport hajója hétfőn 107 menekülőt mentett ki a földközi tengerből, köztük egy egynapos csecsemőt. A mentők jelentése szerint velük együtt 482 lettek a hajójuk fedélzetén, ezért a kikötőtől sürgős partra szállási engedélyt kértek. Ezt az olasz parti őrség az édesanyának, újszülött gyermekének, illetve másik öt személynek egészségügyi okokból már engedélyezte. Közben az elmúlt 24 órában több mint 350 bevándorló értel Olaszország déli partjait. 270-en érkeztek Pugliába, 88-an Kalábriába. Lampedusa szigetén mintegy 350-en kötöttek ki vasárnapról hétfőre virradó éjszaka. Az ANSZA hírügynökség információi szerint a sziget menekült táborában jelenleg csak nem 700 embert szállásolnak el, holott a befogadó képessége 250 fő.